Ma, hogy itt vagyunk mi emberek, és én nem gondoltam sose azt, hogy csak azért vagyunk, hogy fajfenntartás, mint az állatok. De ha megnézed az állatoknál, igazából nem csak állatok, megnézed az élő lényeket a Földön, a növényeket, az állatokat, akkor minden növény vagy állat valamilyen célból van itt a Földön. Tehát mi a célja? Például, mit tudom én, mondjuk a fűnek az a célja, hogy lelegelje a tehén. Csak most mondtam valamit, érted? Vagy valamilyen más állat, nem? Tehát ha megnézed, mindennek van itt valami célja, és valami magasabb rendűt szolgál, tehát magasabb rendű életformát szolgál. És ha megnézed az alacsonyabb rendű állatokat, például, mit tudom én, főfaják a magasabb rendű állatok, nem? És ez végig így van, tehát nincs egy olyan növény, vagy nincs egy olyan állat, ami ne szolgálna valamilyen magasabb rendű életformát, érted? Itt a Földön. Na most akkor ugye megkérdezném, de itt vagyunk mi Földön, mi az emberek, és ugye itt vannak az élőlények, amely igazából az élőlényeknek a csúcsa az ember a Földön, és akkor mondhatnánk azt, hogy az élőlények ebben a szolgálatban, hogy kit szolgál, annak a csúcsa az ember, tehát mondhatjuk azt, hogy az akkor végeredményben az összes állat, meg az összes növény az az embert szolgálja, ha jobban megnézzük, nem? És az ember kit szolgál? És akkor kitalálnák azt, hogy mi vagyunk a kivételek? Mi nekünk nem kell szolgálni senkit. Kit szolgál az ember? Tehát olyan nincs, hogy minden szolgál valamit, érted? De az ember az senkit, meg semmit. Olyan nincs. Hát mi is ugyanúgy része vagyunk az életnek, ahogy többi élőlény. Érted? Ha nekünk is van egy szolgálatunk, hát akkor logikus, ha logikusan végignézed, akkor milyen mit szolgálhat az ember? Hát az ember gyakorlatilag mondhatjuk ezt, hogy egy magasabb létformát szolgál, nem? Hogyan szolgálhat egy magasabb létformát az ember? Például, nagyon egyszerű, jó, van benned egy lélek. És ez a lélek, ez akármilyen hihetetlen, kapcsolatban tud lenni magasabb rendű létformával. Érted? Nem fizikai kapcsolatban, mentális kapcsolatban. Ugye arról mindenki tudhat, hogy az agynak van egy rezgése. És azt is tudjuk, hogy ez a frekvencia, ez adóvevőként működik. Tehát az agyunk az egy adóvevő. Tehát küld agyhullámokat, és fogad agyhullámokat. Na most, ezért van az, hogy például vannak olyan emberek, akik képesek arra, hogy gondolatot küldjenek át másik embernek, ha annak megvan rá a képesség, azt tudja venni. De ugyanígy fordítva is, hogy valaki küld gondolatot, és tudja venni a gondolatot. Egyébként ezt te magadnak már bebizonyítottad, hogy mit tudom én, valaki gondolt rád, hogy jó lenne veled találkozni, és akkor te neked is eszedbe jutott, hogy jó lenne veled találkozni, azt találkoztatok. De nem volt megszervezve semmi. Érted? Na most, ha megnézed ezt, tehát ez a dolog működik, tehát ha valaki ezt meg akarja kérdőjelezni, akkor egy természeti törvényt akar megkérdőjelezni. Ami annyit jelent, hogy az, mi nekünk a lelkünk kapcsolatban van magasabb rendű létformával, amelynek nem kell itt lenni a Földön, mert úgy működik a frekvencia, hogy alacsony frekvencia nem hagyja el a bolygót, mert a mágneses téret, a mágneses erő eltérítés itt marad a Földön, viszont a magasabb frekvenciák azok
mágnesokat nem tudja eltéríteni a mágneses tér, de az anyag tudja eltéríteni, tehát az anyag nem engedi át. Viszont, ezek tények, amiket mondok egyébként, a magasabb frekvencia az az univerzumba kimegy. És eszméletlen távolságokra tudják fogni az agyhullámainkat. Oké? Okay? És ugyanúgy a te agyad is képes arra, hogy vegye az agyhullámokat, csak ugye ez úgy működik, hogy nem biztos, hogy neked megvan rá a képességed, hogy azt föl is fogd. Érted? Tehát ez olyan, mint mikor mondjuk egy rádiót elkezdenek elkészíteni arra, hogy vegye az adónak a műsorát, és lejátsza a hallgatónak, de még nincs kész. Érted? Tehát mondjuk hiányzik belőle egy kis alkatrész. És emiatt az egy kis alkatrész miatt nem szól a rádió. Érted? Na, ugyanez van nálunk is. Még nem vagyunk arra felkészülve, hogy képesek legyünk venni a fentieknek az üzenetét. Érted? Hát illetve vannak olyan emberek, akik képesek erre. Például én is. Érted? Szóval a lényeg az, hogy ez mit jelent? Az, hogy te mit gondolsz, azt veszik a fentiek. De az, hogy ők mit küldenek neked, azt a lelked veszi, csak te nem tudod beolvasni, érted? Tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk itt van ez a két számítógép, ez Windows programmal működik. De most egy Linux programot ide ráraknád, nem tudná beolvasni. Érted? De ugyanúgy fordítva, a számítógép, ugye a Windows programját egy Linuxos számítógép nem tudná beolvasni. Érthető ez? De ugyanez például egy androidos telefon, vagy egy Apple telefon, mi a másik neve? iPhone, így van, egy iPhone telefon, teljesen más program. Nem tudják egymásnak a programját beolvasni, érted? Tehát ezért teljesen külön programot kell írni. Na most ugyanúgy vagyunk mi emberek, hogy jön egy információ, érted, amit fölülről kapnál, de nem vagy felkészülve arra, hogy fogadd az információt. Milyen jó, hogy van számítógép, még legalább ezt el lehet magyarázni. Képzeld, de pár évtizeddel ezelőtt, mikor még nem volt számítógép, ilyeneket el sem tudtál volna magyarázni az embereknek. Tehát lényeg az, hogy bennünk van egy olyan lélek, amely minden üzenetet vesz, érted? Minden üzenetet, amit neked direktben közvetítenek. Tehát ez megint ugyanolyan, mint a számítógépnél, hogy nem tudsz belépni a számítógépbe, vagy a számítógép bizonyos programjába, ha nem adod meg a jelszót, meg a felhasználói nevet. Tehát nem adsz meg bizonyos kódokat. Érted? Tehát egy illetéktelen nem tud belépni. Na most ugyanez van a mi információnkkal. Érted? Speciálisan feltörhetetlen kód alapján jön az információ hozzád. Érted? Ezáltal más nem tudja a te információdat leszedni az agyadból, mert az neked van célozva, ugyanúgy, mint a számítógép esetén. Világos ez? Na most ezt miért mondom? Azért, mert ennek alapján ugye ez egyértelműen látszik, hogy az ember az egy magasabb rendű létformával legalább egyirányú kapcsolatban van. Az egyirányú kapcsolat az azt jelenti, hogy veszik az üzenetet, de te nem tudod venni az üzenetet. Tehát mivel ők sokkal technikailag sokkal fejlettebbek, ezért a te lelkednek az üzeneteit veszik. Ezt tudod, mit jelent? Bármit gondolsz, az fent, a fenti létformában el van mentve. Ezért hívják, tehát elment, elmének. Tehát elme. Érted? Csak az NT hiányzik. Tehát
nagyon, a magyar nyelv az ilyen, az kifejezi az, hogy mi van, tehát az elménken keresztül minden információ, amit gondolsz, el van mentve. Na és akkor itt látod, hogy mi a szolgálata az embernek. Tudod, mi a szolgálata az embernek? Az, hogy azt az információt, amit te megélsz, azt nekik nem kell megélni. Nem tudom, világos voltam-e. Mert hozzájutnak hozzá közvetlenül. Tehát hozzájutnak ahhoz az információhoz közvetlenül. Érted? Tehát mi azért vagyunk itt elsősorban a Földön, hogy megéljünk dolgokat, világos? Ők meg hozzájussanak ehhez az információhoz. Tehát ez a szolgálatunk. Érted? De van a szolgálatnak egy másik része is. Tehát mindent, amit gondolsz, mindent, amit csinálsz, meg gondolatok alapján cselekszel, az minden bemegy egy központi mentésbe. Érted? Tehát mindenkinek van egy saját elmentett adatbázisa, egy saját, amit időnként összegeznek. Jó, elég sűrűn egyébként ez az időnként. Hát ezért van az, hogy mikor majd visszakerülünk a magasabb létformába, ahonnan jöttünk, most egy kicsit meredek dolgokat mondok, visszakerülünk abba a létformába, akkor visszakapjuk az összes tudást, amit elmentettek tőlünk, akár évszázadok során, ahányszor újra születtünk a bolygóra. Világos ez?